Teljesen kiszámíthatatlan az idei időjárás, ami hatalmas károkat okoz a mezőgazdaságban, mondja Kővári László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei alelnöke. Ugyanis az enyhe telet követően a gazdák remélték, hogy minden termés áttelel. Azonban az áprilisi fagyok és a szintén hűvös május mindezt keresztül húzták. Például a szőlő esetében 2 héttel később indult meg a virágzás, illetve a szántóföldeken lévő szárazság miatt elindult egy úgynevezett kényszerérési folyamat. Kilódtak a növények, mind a kukorica, mind a napraforgó. Talán egyedül a május valamennyire a buzára, tehát a kalászosokra volt valamennyire jó, és akkor utána berobbant júniusban a hőség. Kővári László elmondása szerint pályafutása során az idei nyár volt az eddigi legmelegebb. Ezt a hivatalos mérések is alátámasztják, azonban a jelenség nem csak az országban, Európa szerte jellemző volt. Az alelnök azt mondja, ha a jövőben is fennmarad a szélsőséges időjárás, a gazdák kénytelenek lesznek alkalmazkodni. Szárazságtűrő növények, amelyek könnyebben átvészelnek ilyen szélsőségesen száraz időket, vagy sajnos váltani kell bizonyos fokig, és nem biztos, hogy a kukorica lesz az a növény, ami egyébként Tolna megyében legnagyobb területen van elvetve. Kővári László azt mondja, az átlagterméseket és az árakat figyelembe véve Tolna megyében jelenleg a kukorica az egyik legjövedelmezőbb növény.